Folyamatosan napi 10-20 kilométert gyalogolva gyűjti a nettó 250 ezer forintos minimálbér bevezetéséért az aláírásokat Székely Sándor. Mi ezt a 250 ezer forintos minimálbért ki fogjuk harcolni. Ősszel, szeptember 11-én ugye el fogjuk mondani a munkás büszkeség napján, hogy hány aláírásunk van. Hát most már bőven 100 ezer fölött van az aláírásoknak a száma. Az embereknél azt kell mondjam, hogy Huszti Andra fogalmaztál meg a legjobban, azt mondja, te Tibor. Az emberek nincs kérdés. Annyira természetesnek veszik, hogy tényleg ennyi pénz kell ahhoz, hogy normális életre tudjanak szert tenni az emberek. Mi alapvetően kis településekre, tehát 2-3-4-5 ezer fős településekre megyünk. Szinte tipikusnak merem mondani vidéken azt, hogy embereket 4 órás minimálbérre jelentenek be, aztán 10-12 órát dolgoztatnak velük. Tudni akarjuk, hogy kik vannak velünk, és szerencsére nagyon sokan.